Üdvözlök mindenkit a Videodrom Filmes csatornán, nézzük heti egyéb bemutatónkat, a gyermeket. Az E24 producerelésével készült ír horrorfilm óriási sikert aratott a Sundance Film Fesztiválon. A stúdió már többször bizonyította, hogy ért az alacsony költségvetésű, érdekes horror projektekhez, ezért kíváncsian ültem a film elé. A történet középpontjában egy anyuka áll, aki kisfiával vidékre költözik, vélhetően egy bántalmazó kapcsolat elől menekülve. Már megérkezésükkor is egészen érdekes dolgokat tapasztalnak, de mindközül talán a legfurcsább nem messze házuktól az erdőben egy hatalmas gödör. Ezután következik a magyar cím alapján nem várt fordulat, az édesanyja úgy érzi, mintha fiát kicserélték volna. Kisebb nyomozással azt is kideríti, hogy nem ez az első ilyen eset a környéken. Mi nézők pedig megtudhatjuk, hogy a furcsa eseményeknek köze van a gödörhöz. Nos, először is leszögezném, hogy ez egy olyan horrorfilm, ami tele van hallucinációkkal és félrevezetéssel, ennek köszönhetően a végére is úgy fogjuk érezni, hogy több a kérdés, mint a válasz. Azt azonban el kell ismernem, hogy abban a tekintetben jó munkát végez a film, hogy végig meghagyja a kétkedést, hogy ez most csak egy egyszerű horrormozi, vagy több annál. Azonban ehhez rögtön hozzátennék két dolgot, hogy ha a gyermek egy egyszerű horror mozi, akkor egy gyenge közepes maximum. Nézzük azt az esetet, hogy feltesszük, hogy ez a mozi ennél sokkal több. Ehhez azonban azonnal kapcsolódik a következő kérdés, hogy vajon mi az, amit mutat, és mi az, amit akar mutatni. Ha mondjuk ezen a feltételezésen megyünk tovább, akkor mondjuk olyan mozihoz tudnám hasonlítani, mint a babaduk. Azonban az a mozi több tekintetben is jobban teljesít. Először is érezhető, hogy a rendező a gyermek esetében szerette volna elérni, hogy a néző kíváncsi legyen arra, hogy mi zajlódik a háttérben. Sajnos úgy érzem, hogy ez nem igazán sikerült neki. Ugyanis a végig feszült babadukkal ellentétben a gyermek néha kimondottan unalmas. Így felmerül a probléma, hogy mire elvánszorgunk a film végéig, a nézőt egyáltalán érdekli -e, hogy mi van a háttérben. A másik problémám az volt a mozival, hogy ugyan kapunk néhány elrejtett morzsát, de néhány dolog kimondása nagyon hiányzik ahhoz, hogy megtaláljuk a film valódi értelmét. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy a rendező annyira kényesen próbálta elrejteni moziának valódi mondani valóját, hogy közben a néző is igen nehezen talál rá. És pont ezért ott marad a kétkedés, hogy az anya egy pozitív vagy egy negatív karakter, és a végén mi is történik pontosan. Az elmondottak miatt a gyermeket elsősorban egy kihagyott zítszernek tartom. Tény, hogy egyszer be lehet vállalni, ráadásul van néhány izgalmas képe, az anyafigura tekintetében pedig jó munkát végeztek a forgatókönyvírók, illetve a színésznő is. Ugyanakkor felmerül a kérdés bennem, hogy a gyermeket vajon milyen közönségnek szánták. Az a néző, aki egy sima egyszerű horrormozit akar látni, valószínűleg unatkozni fog ezen az alkotáson azok jutalma, akik valami hasonlót szeretnének látni, mint a babaduk, maximum a kétkedés lehet. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy ennek a filmnek vagy sokkal elvontabbnak kellene lennie, vagy pedig sokkal egyértelműbbnek. Így egy fura határmesdjén mozog, ráadásul néha még kicsit unalmas is. Mindent összevetve egy érdekes alkotás, de inkább azok számára, akiket nem zavar, hogy több kérdést kapnak a film végén, mint a hány választ. Őszintén szóval engem az a legjobban, hogy a film dinamikája jó párszor megbicsaklik, ennek köszönhetően néha unatkoztam. Így a magam részéről összességében 50%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!